Sziasztok! Köszöntelek benneteket, most a csodás lovamat láthatjátok legelészni, ugyanis most éppen őt edzem, vagyis hát szeretném edzeni, csak előbb még fel akarom venni ezt a videót, ugyanis lehet már ki lesz edzve, mire ezt a videót ti látni fogjátok, még nem tudom. A lényeg a következő. Mint tudjátok, volt egy verseny, és hát aki tudja, tudja, aki nem, az nem, nem, azért, mert... Ez most inkább a jelentkezőknek szólt, illetve azoknak, akik kíváncsiak rá, hogy kik a nyertesek. Ugye az volt a lényeg, hogy szavazni kellett videósokra. És ezeket a szavazatokat én most végül is sikerült, hogy összeszámoljam Susan Waterhall segítségével, mert úgy csináltuk, hogy én külön kiírogattam mindenkinek a nevét, ő meg visszamondta nekem a kommenteket, hogy kikire szavazott, én meg úgy striguláztam, úgyhogy köszönöm Susannak, hogy segített nekem. Nos, a következő lenne a lényeg. Ugye eredetileg 3 embert akartam kiválasztani, ugye? Kiválasztani. Az első 3 embert terveztem úgymond meghirdetni ilyen szempontból, hogy most ők az első 3, de miután holt verseny alakult ki, így a 3-ból most 4 lesz, ami annyira igazából szerintem nem baj, tehát én egyáltalán nem bánom. Akkor kezdjük negyediktől, vagyis hát nem negyediktől, hanem harmadiktól, ugyanis, mint mondtam, holt verseny alakult ki, de nem baj. Szóval, holt versenyben 3. helyezett lett Dorota Fishfall és Janet Nightstorm. Gratulálok nekik, egyébként nem lepett meg, hogy benne vannak a top 3-ban, mert mind a ketten szerintem nagyon jó videósok. 2. lett Almonitéem, őt is... Hát ismerem és láttam is, hogy sokatoknak tetszett a munkája, én is jót nevettem rajta egyébként, tehát jól meg volt csinálva, humoros volt meg minden, úgyhogy szerintem nagyon jó volt. És hát első helyen, meglepődtem, mert elég nagy fölénnyel, Susan Waterhall nyert, és hát le a kalappal, mert ő is aztán nagyon ötletes, humoros kis előadást csinált, azért... Én észrevettem, hogy azért Almoninál is, illetve Susannál is volt azért munka benne. Meg azért szerintem sokat gondolkodtak is rajta. Gondolom én. Nem nagyon beszéltem velük erről. Csak megnéztem a végeredményt. És hát igazából én csak gratulálni tudok. Ne dudáljál! Szóval én csak gratulálni tudok nekik. Le a kalappal, tényleg, mert minden... De mindenkinek gratulálok, mindenki nagyon ügyes volt. Láttam, hogy azért követtétek azokat a dolgokat, amiket én itt megadtam, hogy most ez legyen benne, az legyen benne. Én örülök, és nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és szerintem ez egy jó indulás volt azoknak is, akik, ne adj Isten, nem kerültek be az első 3-ba, itt úgymond most az első 4-be, de szerintem mindenki vállon veregetheti magát, mert nagyon ügyes volt. Szóval én minden jelentkezőnek nagyon sok sikert kívánok, mert szerintem ez már alapban egy jó indulás volt, hogy egy ilyen versenyre egyáltalán jelentkeztek. Mert tényleg jó munkák voltak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a részvételt mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek. És ha szeretnétek, hogy még csináljak ilyen versenyt, akkor az lenne a kérésem, hogy írjátok meg kommentben, hogy milyen kategória legyen. Ugye volt már, ugye helyet kapott a music video kategória, illetve most ez a kommentár kategória, nem tudom, hogy még esetleg mi lehet, bár mondjuk motoszkál a fejemben egy-két ötlet, de az az időmtől is függ, és tőletek is, mert kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen ötleteitek vannak. Szóval, hogyha írtok nekem ötleteket, akkor én azt fontolóra veszem, és akkor meglátjuk, hogy mennyire megvalósítható. Az első 4 helyezettet pedig arra szeretném kérni, hogy írjon nekem a Facebook oldalamra, és akkor ott mindent megbeszélünk. Tulajdonképpen ennyi lenne a dolog. És tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien jelentkeztetek. Én elnézegettem a videókat, nekem mindegyik úgymond tetszett.
Úgyhogy nagyon remélem, hogy legközelebbi versenyen is még találkozunk. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb jelentkezem. Sziasztok!